várunk, mióta bezárt a színház. Végre jöhessünk. Fél év után az első olyan délután, amikor a közönség újra a színház falai mögé léphetett. 651 van eladva. 255 perc van. Itt még a nézőtéri segítők tartanak eligazítást. Előadás előtt egy zenés program, az úgynevezett hangoló vezeti be a kíváncsi nézőket a rendezés kulisszatitkaiba vagy a mű rejtelmeibe. És ez nem lehet azt mondani, hogy lopott volna. De, ami rendkívüli és új, védettségi, illetve személyi igazolvány felmutatásával, testhőmérséklet méréssel lehet csak bejutni. A hosszú hónapok óta várt pillanatért sokan sokat utaztak idáig, a hölgyek például Kiskunhalasról. Az Andrássyné az egy csodálatos darab, és akkor így megvettük a jegyet, és akkor jövünk. Az Erkel Színház főhomlokzatán is központi helyet foglal el az Andrássyné óriás plakát, és az opera dolgozói, illetve kritikusai szívében is előkelő helyen van ez az este. Annak ellenére, hogy én itt dolgozom, és mindig lehetőségem volt a streameken is bent ülni, tök más hangulata van az egésznek, úgyhogy én nagyon örülök. Barátnőkkel kiöltözünk, bejövünk, iszunk valamit a szünetben, más. Tehát, hogy én dolgozni jöttem ide, egyszerre vonzott maga a mű és az, hogy operába jöhetek. Hiszen most végre valós körülmények között nézhetek meg és hallgathatok operát. A főbejárat mögötti előcsarnokból közvetlen a nézőtérre nyílnak az ajtók. Fokozott a várakozás az opera előadásra, amiben mindenki mást keres. Valamit kivált az emberekből szerintem, és inkább azt az érzést, amit ki fog váltani valószínűleg, mert ugye több műben voltam már, és szeretem, hogy elgondolkodtad, hogy nem szájbarágosan adják el, hanem úgy neked kell további. Én operából is inkább azokat szeretem, amiképpen klasszikus, és nem ez a modernebb verzió, az még egyre távol, aztán lehet, hogy majd idővel megszeretem. Kamerákat kezelő operatőrök és egy proszcéniumpáholy túloldalán ideiglenesen felállított vezérlő mutatják, hogy az előadásról felvétel is készül. Bármilyen izgalmas és lenyűgöző is, az előadást csak később mutatjuk, ezek már a szünet percei a színpadon. A harmadik felvonás nyitóképe előtt itt is és szinte mindenhol tapintható a felszabadultság és a végreérzés. A tapsnak milyen íze volt? Nagyon jó, nagyon jó. De szerintem mindenki így érzi és így gondolja. Az érzések most nagyon jók. Nagyon örülök, hogy itt vagyok és hogy lehet. És nagyon örülök, hogy még az évad vége elindult. Hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. A nézők egy része a járvány miatt elmaradt előadásokat kompenzáló bérlettel érkezett. Anyukám helyett jöttem el, mert sajnos beteg lett. Megbetegedett. A 19-20-as bérletünknek az elhasználási lehetőségeként jöttünk a premierre, mert premier bérletünk volt eddig is. Az előadás utáni fogadáson az emlékezetes alakításokról beszélt mindenki. A művészetnek a főigazgató gratulált. Az olasz rendező képviseletében a koreográfus. I have no words to express the how grateful we are. Majd Kocsár Balázs főzeneigazgató volt hálás ezért a lehetőségért. Ha nem is egyről a kettőre tehát, de újra élő előadást láthattak az opera szerelmesei.